több forrást az egészségügybe. Gyorsabb haladásra lenne szükség az ágazatban tapasztalható feszültségek megoldására, a Magyar Orvosi Kamara álláspontja szerint. Idén is érvényesíthető, havonta akár 14.500 forintnyi szociális hozzájárulási adókedvezmény is igénybe vehető a mezőgazdaságban foglalkoztatott 25 és 55 év közötti dolgozók után. Korszerűsített épületben átvette és felújította Ópáéban a Takarék Szövetkezeti fiókot a Szabolcs Takarék. Határozottabb és gyorsabb haladásra lenne szükség az egészségügyben tapasztalható feszültségek megoldására a Magyar Orvosi Kamara álláspontja szerint. A Kölcsei Televízió íradóját látják. Köszöntöm Önöket! Továbbra is az egyik legnagyobb probléma az ágazatban a szakképzett munkaerő elvándorlása. Az érdekvédelmi szervezet szerint ki kell vezetni a hálapénz rendszerét az egészségügyből, a dolgozók bérét pedig rendezni kell. Számításaik alapján éves szinten 150 milliárd forinttal kellene többet áldozni az egészségügyre. Az egészségügy szinte minden területén vannak kisebb-nagyobb problémák az érdekképviselet szerint. Elsősorban a rendszer finanszírozását tekintve kellene sürgős lépéseket tenni. A kórházak adósságát többször is konszolidálta az állam, de több intézmény csak szoros költségvetési követés mellett tudja stabilan tartani az ellátást. A munkaerőhiány, az orvosok elvándorlása az egészségügy több területén is jellemző. Elsősorban arra lenne szükség, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, hogy az orvosoknak a fejében meg se forduljon az, hogy ki kelljen menni külföldre. Tehát olyan munkakörülményeket kellene teremteni, olyan fizetést kellene adni, ami miatt megéri itthon maradni. Mert hát, hogyha azt nézzük, azért Németország például, de más európai országok is gyakorlatilag a mai világban karnyújtásnyira vannak. Néhány órás autóúttal gyakorlatilag bárki Németországból már haza tud jönni, tehát távolságok már igazándiból nincsenek, viszont a fizetésekben pedig azért sokszoros különbségek vannak. A béremelés mellett a munkakörülmények javítását is kérik az érdekvédelmi szervezetek. A kórházaknak forrásbevonásokra van szüksége, az alapellátást pedig meg kell erősíteni. A Magyar Orvosi Kamara végzette egy olyan számítást, hogy éves szinten körülbelül olyan 150 milliárd forinttal kellene többet áldozni az egészségügyre. Ez nem csak a béreket jelenteni, hanem akár ilyen technikai fejlesztéseket is például. Tehát a kamara számításai szerint éves szinten egy olyan 150 milliárd forinttal már jelentős javulás lehetne elérni az egészségügy működésében. A letelepedési és praxisvásárlási programra is kevesen jelentkeztek. A tavaly az üres házi orvosi körzetek betöltésére indított praxisvásárlási támogatásra összesen 64 orvos szerződött az országban. Havonta akár 14.500 forintnyi szociális hozzájárulási adókedvezmény is igénybe vehető a mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott 25 év feletti és 55 év alatti dolgozók után. A kedvezmény nem jár viszont, ha a munkavállalót a hónap egy részében nem, vagy nem kizárólag mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatják. A mezőgazdasági munkavállalókat érintő tavaly júliustól bevezetett szociális hozzájárulási adókedvezményt idén is lehet érvényesíteni, így a munkáltatók 2016-ban is jelentős összeget spórolhatnak meg. Az adókedvezményt a munkáltatók az idei bevallási időszakban visszamenőleg is érvényesíthetik a tavalyi hónapokra. Mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után a foglalkoztató 2015. július 1-e óta szociális hozzájárulási adókedvezményt vehet igénybe. Ez a szociális hozzájárulási adókedvezmény a bruttó munkabérből érvényesíthető, a bruttó munkabér 14,5%-ának a maximumáig. Ez azt jelenti egyébként, hogy a 100 000 forintot meghaladó összeg fölött már ez nem érvényesíthető, tehát maximum 14.500 forintot tudnak érvényesíteni a munkáltatók. Természetesen, hogyha valaki ezt nem vette igénybe a korábbi hónapokban, amikortól ez a kedvezmény él, akkor van lehetőség rá visszamenőleg az adóbevallások javításával igénybe venni ezt a kedvezményt. A 14.500 forintos kedvezmény csak akkor jár, ha a munkavállaló teljes munkaidőben alkalmazzák. Részmunkaidős foglalkoztatásnál a kedvezményt arányosítani kell, és ügyelni kell a kedvezményben érintett munkakörök meghatározására is, mondta el a sajtóreferens.
Nagyon fontos, hogy ez a kedvezmény azok után, a munkavállalók után érvényesíthető, akik egyébként a mezőgazdasági munkakörben dolgoznak. Egy FEOR számmal meghatározott munkakörben rendelkező, vagy munkakörrel rendelkező dolgozók után érvényesíthető. Nagyon fontos utána nézni ezek után a tevékenységi körök után, hiszen csak azok a vállalkozók tudják érvényesíteni, vagy munkaadók tudják érvényesíteni ezt a kedvezményt, akik ezen FEOR szám alatt szereplő mezőgazdasági munkavállalókat foglalkoztatják, és nagyon fontos, hogy kizárólag mezőgazdasági munkakörben foglalkoztassák. Tehát ez azt jelenti, hogy ha az adott hónapban a munkavállaló más munkakörben is dolgozik, nem csak mezőgazdasági munkakörben, akkor már ebből a kedvezményből kiesett, ez nem érvényesíthető részére. Ezt az adókedvezményt a 25 és az 55 év közötti munkavállalókra lehet érvényesíteni, ami alól kivétel az a hónap, amikor a munkavállaló betölti a 25. illetve az 55. életévét. A többi korosztály foglalkoztatására más adókedvezmények érvényesíthetőek az agráriumban, amelyek hasonló mértékűek, tette hozzá Magyar Norbert. Átvette és felújította Ópáéban a Takarék Szövetkezeti fiókot a Szabolcs Takarék. A kétszemélyes kirendeltségnél többek között a nyilászárókat, a villamos hálózatot fejlesztették, lecserélték a banküzemi berendezéseket és a bankbiztonságra is nagy hangsúlyt fektettek. Az új arculatú Szabolcs Takarék célja, hogy hálózatához tartozó valamennyi fiókjánál azonos pénzügyi szolgáltatásokat biztosítson, kirendeltségei egységes arculatúak, azonos színvonalúak legyenek országszerte. Szabolcs Takarék Szövetkezetnél már 8 fiókot újítottunk föl. Október 31-től csatlakozott hozzánk 2 takarék, a Nagycsedés vidéke is, és jelenleg az ő első fiókja, ami felújításra került, ami Ópáiban van. A kétszemélyes kirendeltségnél többek között a nyílászárókat, a villamos hálózatot fejlesztették, lecserélték a banküzemi berendezéseket, és a bankbiztonságra is nagy hangsúlyt fektettek. Azért fontos a település életében, mert a helyben lakók helyben kapják meg a pénzügyi szolgáltatásokat, a közmunkások felvetik, dolgozóink felvetik a munkabérüket, és jobb, hogyha a pénzükkel sem más településre mennek, hanem itt fektetik be már, akinek van. Az átadó ünnepség utáni tájékoztatón a Takarék Szövetkezet elnök igazgatója kiemelte, Ópáiban a közeljövőben várhatóan egy bankjegykiadó automatát is üzembe helyeznek, valamint a többi, korábban a nagyecsedi takarékhoz tartozó fiókokat is felújítják majd. A szociális tűzifa 2/3-át már kiosztották. A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárságának közlése szerint a támogatás összegét megkapták a pályázó önkormányzatok. A kormány 2011-ben döntött először arról, hogy az 5000 fő alatti települések téli tűzifa beszerzésének támogatására egy meghatározott költségvetési összeget biztosít. A 2015-ös költségvetésben 3 milliárd forint állt rendelkezésre erre a célra, minden beérkezett pályázat nyert. 182 000 olyan család jutott tüzelőhöz a programnak köszönhetően, ahol az egyfőre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 130%-át, ami 37 050 forint. A fűtőanyagot tavaly decembertől folyamatosan kapják meg a rászoruló családok. Az államtitkárság jelezte, hogy 2016-ban újra kiírják a pályázatot hasonló keretösszeggel, olvasható a Kormányinfó hivatalos oldalán. Egyre több segítséget nyújtanak a beszélő okostelefonok a látássérült embereknek. Arról, hogy hogyan, hamarosan láthatnak egy összeállítást. Előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Újabb 2 felkészülési meccset játszott a Kisvárda Masztergód. A kettéosztott keret egyik része az NB3-as Nyírbátort verte 4-0-ra, a másik csapat pedig 2-2-es döntetlent ért el a szlovák másodosztályban szereplő Partizan Bardajov ellen. Az ifjúsági európai bajnoki kiküldetési szinttől mindössze 6 cm-rel elmaradva 704 cm-es egyéni csúcsot ért el a távolugró Leveleki Bence a nyíregyházi fedett pályás nemzetközi atlétikai versenyen. Bakosi Péter magasugró 220 cm-ig jutott. Okostelefonokkal és a készülékekhez kapcsolódó alkalmazásokkal ismerkedhettek meg idős, látássérült emberek a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének bemutatóján. Az interaktív előadás a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Családbarát Ország 2015 projekt része.
Ennek köszönhetően már 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen tartottak ehhez hasonló tájékoztatókat. A beszélő okos telefonok egyre több segítséget nyújtanak a látássérült emberek hétköznapjaiban. A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete 2004-ben alakult, azóta próbálja összefogni és segíteni a régióban élő látássérülteket. Ennek részeként szerveztek informatikai és okos eszközökből interaktív bemutatót egy nyertes pályázatnak köszönhetően. A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet írta ki a pályázatot a Családbarát Ország programsorozat keretében. A projekt címe a Fedezzük fel együtt. Ez pont arra irányult, hogy látássérült embereknek megmutassuk azokat az önálló életvitelt megkönnyítő, segítő eszközöket, egy beszélő vérnyomásmérőt a használatban vidéken és megyeszerte, tehát Nyíregyházán és a megye nagyobb városaiban, illetve a beszélő számítástechnikát, az informatikát, és ebben az évben pedig az okostelefonokat. Az előadásra látássérültek és hozzátartozóik érkeztek, ők megismerkedhettek a beszélő okos telefonnal, ami több alkalmazással is segíti őket. Könyvolvasóként, pénzfelismerőként, de akár navigációként is szolgálhat számukra. 2 oldalból első oldal állítható. Az érték állításához legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal. Igen, ezeket a gesztusokat meg kell sajnos tanulni, nem lehet kibújni alól, de nincs olyan nagyon sok, hogy ne lehetne. A Fuss neki program még tavaly áprilisban indult, ennek segítségével próbálják a modern technikát közelebb hozni a látássérültekhez. A célja az, hogy különböző technikai eszközöket mutassunk be látássérülteknek, hogy hogyan lehet vakon használni elsősorban. És mivel a mobilos téma az kiemelkedően fontos a mai társadalomban, ezért elsősorban mobiltelefonos témákat dolgozunk fel, különböző alkalmazásoknak a használatát, vagy ennek az egész rendszernek a használatát. Az egyesület elnöke hozzátette, ez volt az utolsó program, amit az Országzászló téren rendeztek. Az érdeklődőket április 4-től az István utca 3 szám alatti új irodájukban várják. Újabb 2 felkészülési meccset játszott a Kisvárda Masztergód. A kettéosztott keret egyik része az NB3-as Nyírbátort verte 4-0-ra, a másik csapat pedig 2-2-es döntetlent ért el a szlovák másodosztályban szereplő Partizan Bordajov ellen. A várdaiak szerdán hazai környezetben fogadják a Cigándot és a DVSC Deacot, majd csütörtökön törökországi edzőtáborba utazik a csapat. Irigylésre méltó helyzetben van a kisvárdai szakmai stáb, ugyanis olyan erősségű és olyan bő a játékos keret, hogy akár 2 hasonló csapatot is ki tudnak állítani. A vezetők élnek is a lehetőséggel, rendszeresen dupla edzőmeccset játszik a Várda. Legutóbb szombaton -9 fokban a súlyos sérülés szenvedő Kardos Norbert helyére igazolt Papucsek Barnával a soraiban, az egyik gárda Rajci 2 találatával, valamint erős és Kosta góljával 4-0-ra verte a Nyírbátort. A másik együttes ezt látja 2 góljának köszönhetően 2-2-es döntetlent játszott a szlovák második ligában szereplő Bardejovval. Mindenképpen elégedettek lehetünk a mérkőzésen szerzett tapasztalatokkal, hiszen az első meccsen ugye megint csak gólokban mutatkozott meg a csapatnak a fölénye, annak ellenére, hogy egy jó ellenfél ellen játszottunk. A másik mérkőzésen pedig egy nagyon fegyelmezett játékot mutatott be a társaság, ott inkább a helyzetkihasználás volt a probléma. Számtalan gólszerzési lehetőségünk volt, nagyobb arányban lehetett volna ezt a mérkőzést megnyerni, ezt mindenféleképpen ki kell javítanunk a jövőt illetően. A 11-szeres válogatott támadó Rajci Péter szerint a bőkeretnek köszönhetően jelentősen bővült a csapat taktikai tárháza. Elég erős a keretünk. Ahogy a mester is mondta, több variációt próbálgatnak, több felállási formát. Nyilván ez az edzőtábor alatt majd kikristálysodik, hogy mi lesz az a kezdő 11, aki majd kiszalad a pályára a Csákvár ellen, de utána is fog változni a csapat, hiszen különböző ellenfelek jönnek, és megvan a különböző erősségű játékosok a keretben, hogy tudjanak variálni. Adott esetben defenzívvel játékot tudunk nyújtani, adott esetben le tudunk támadni, tehát az edzőknek azért jelen pillanatban el vannak kényeztetve.
A Kisvárda Master úgy csütörtökön 21 mezőnyjátékossal, 3 kapussal és 7 fős szakmai stábbal 10 napos törökországi edzőtáborba utazik, ahol 4 meccset játszik a csapat. Az ellenfelek között lesz egy kazak és egy japán első osztályú, valamint egy német másodosztályú együttes, a negyedik edzőpartner kiléte egyelőre még kérdéses. Az ifjúsági Európa-bajnoki kiküldetési szinttől mindössze 6 cm-rel elmaradva 704 cm-es egyéni csúcsot ért el a távolugró Leveleki Bence a nyíregyházi fedett pályás nemzetközi atlétikai versenyen. Bakosi Péter 220 cm-ig jutott, a hétvégén pedig Németországban próbál közelebb kerülni az olimpiai szinthez a nyíregyházi magasugró. Tekintve, hogy Magyarországon kevés létesítmény alkalmas atlétikai versenyek rendezésére, a Nyíregyházi Egyetem csarnoka rendkívül népszerű az atléták körében. A szezonnyitó serdülő versenyre népes mezőny gyűlt össze, az elmúlt szombati ifjúsági és junior viadalra pedig a határon túlról is érkeztek résztvevők. Közel 100 fő atléta indult ezen a versenyen, és hát szerencsénkre itt vannak Romániából, Nagyváradból, Kassáról, illetve Bátfáról is a szlovák versenyzők, és hát a régióbeli atlétikai centrumok, így Miskolc, Debrecen, és hát természetesen a sportcentrum, nyíregyházi sportcentrum versenyzői, valamint Tiszaújvárosból jöttek még nagyon sokan, és hát örömteli, hogy mivel Magyarországon máshol nincs fedett pályás verseny, így a budapestiek is itt vannak, most jelenleg az újpesti Dózsa versenyzői, de a múlt héten például az Ikarusz dobói voltak itt. A távolugró Leveleki Bence 704 cm-es egyéni csúcsot ért el, és már csak 6 cm-t kell javulnia ahhoz, hogy ott legyen nyáron Tbilisziben az ifjúsági Európa-bajnokságon. Az előző versenyen voltak nagyon jó belépett, biztató belépett ugrások, és reménykedtem, hogy ezen a versenyen már lehet egy 7-7 méter felett ugrás, ami szerencsére sikerült is. Nagyon örülök a 7 méternek. Nagyon kicsi csalódottság van bennem, hogy meg lehetett volna az EHB szint már ezen a versenyen, de nem baj, nem szomorkodom, majd remélhetőleg meg lesznek a következő versenyeken. Bakosi Péter ismét ellenfél nélkül versenyzett. A felnőtt Európa-bajnoki és az olimpiai kiküldetési szintre hajtó magasugró 220 cm-rel zárt úgy, hogy volt egy biztató kísérlete az egyéni csúcsot jelentő 224 cm-en is. Ez a mai napon én teljesen elégedett vagyok, mivel a mai napot ilyen 2-10 és 2-20 közé gondoltam egy jó technikai edzésnek. Hát a tetejét sikerült elérni, még a majdnem egyéni csúcs is lesz, szóval teljesen meg vagyok elégedve vele. Bakosi Péter a hétvégén a németországi Singelfieldenben áll rajthoz egy rangos versenyen, Leveleki Bence pedig a Budapest bajnokságon vagy a Magyar bajnokságon teheti hozzá, amíg hiányzó 6 cm-t egyéni legjobbjához. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Határozottabb és gyorsabb haladásra lenne szükség az egészségügyben tapasztalható feszültségek megoldására a Magyar Orvosi Kamara álláspontja szerint. Továbbra is az egyik legnagyobb probléma az ágazatban a szakképzett munkaerő elvándorlása. Az érdekvédelmi szervezet szerint ki kell vezetni a hálapénzrendszerét az egészségügyből, a dolgozók bérét pedig rendezni kell. Számításaik alapján éves szinten 150 milliárd forinttal kellene többet áldozni az egészségügyre. Havonta akár 14.500 forintnyi szociális hozzájárulási adókedvezmény is igénybe vehető a mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott 25 év feletti és 55 év alatti dolgozók után. A kedvezmény nem jár viszont, ha a munkavállalót a hónap egy részében nem, vagy nem kizárólag mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatják. Átvette és felújította Ópáiban a Takarék Szövetkezeti fiókot a Szabolcs Takarék. A kétszemélyes kirendeltségnél többek között a nyílászárókat, a villamos hálózatot fejlesztették, lecserélték a banküzemi berendezéseket, és a bankbiztonságra is nagy hangsúlyt fektettek. A Kölcsei Televízió hírműsorát látták kedden, friss hírekkel, természetesen holnap este is várjuk majd Önöket. Tudósításainkat honlapunkon is elérhetik. A munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A
A magasban nagyon enyhe levegő a jellemző, de az alsóbb réglétegekben ez nem mindenütt meghatározó. Az ország nyugati és keleti részei között nagy lesz a különbség, mind az időjárás jellegében, mind pedig a hőmérséklet tekintetében. Éjjel borult marad az ég, sokfelé ködre is számítani kell. Éjszaka a látótávolság több helyen 100 méter alá csökkenhet. Az esti időszakban a magasabban megvastagodó felhőzetből kisebb eső előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 fok körül alakul. Holnap napközben a köd csak lassan ritkul, több helyen egész nap megmaradhat. A borult égből helyenként szitálás is előfordulhat. A magasabban fekvő területek a ködrétek fölé emelkednek. Ezeken a helyeken még a nap is kisüthet, gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3-4 fok körül alakul, de a ködrétek fölé emelkedő területeken ennél néhány fokkal enyhébb időre számíthatunk. Délutánra 4 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban az évszakos átlagnál kissé enyhébb időre számíthatunk, de többfelé párás, néhol ködös marad a levegő. Pénteken több helyen előfordulhat eső, ezt leszámítva vasárnapig csak szitálás, a hajnali időszakban únos ködszitálás lehet. Vasárnap egy újabb csapadékzóna vonul át az országon, ami mögött feltámad a nyugati szél. Ezzel együtt még enyhébb levegő érkezik fölénk. A jövő hét első napjaiban szokatlanul enyhe, kissé szeles időben lehet részünk.